Megvédni kell, Idurasz után. Folytatjuk a The Great Eastern Chronicles-t. Az ötödik epizód második perével. A lényeg az, hogy nehéz. Négy. Na jó, most innét, folytassuk is. Oh, dog in it. Most így az útra találni a tessékből. Nehéz munka lesz ez. Azok a gregünkre mutat. Köszönöm, kedvedet. Nem, de egy... gyámol van. Minden hazugság növeli a büntetéseiteket. Mi hazugságnál a fény ezért egyre jobban csökkenti. Igen, hallottak a lövést. De egy kicsi még ijedték. Minden visszatok a helyére. Nem tudtak volna lelőni. Nem volt esély. Ki akartátok rabolni az alkölcsönzőt. Az emelet véletlen, hogy ott lehet egy szállapöcsű fülön. Többől lehet. Nézz. Oké, lassan. Ez fontos. Hold it! Igen, meglökhették egy kicsit. Szóval ez meglepett. Is that right?
Excuse me! És szóval majd mondtad? Mi van? Van mert reagált a Ziskanti Lelf. Semmi. Jövődéni angyél. Visszatok. Szóval ki keresztény őket este. Most különböző sztorit mondtok. Hát így az ennek a másikkal. Beszélj. Volt olyan kiadás, hogy cső, add ide a fegyvert. Hát elmondta sosem, mit mondta. A kérdés a válasz ez. Objection! De azon közében nem volt fegyver. Objection! Mert Rehover ott volt a műtészi, és a kisan kezében volt. De itt nem igazán vizsgálják az új lenyomatokat. Úgy mutatták, hogy add ide a fegyvert. Majd jöttök úgy. Hát akkor lenne egy következő perc. Bizonyítékén az állítás. És hol van a következetlenség? Hát egy végül. Ja! Ezt a kettőt lehetne megmutatni. Take that!
Ali on vas igao sad. Kaj ima šok uzenjak? Da Mozart je niš osmundio. Zato te isto to meghalt hátul. Ez egy cáfolhatatlan következetlenség. Truth. Én biztosan látottál, de... Látották, hogy jó volt a kezében. Akkor biztosan találkozhattok a lázattal. Ugye rászkodás kéne. Szóval a hangszorozás már halált út is. Szóval valaki pancsát teljesítették. Beszélsz Isten, nincs más megoldás. Baj van, hagytok minket. Amilyen kovártok előttén, az igazság mindig előjön. Na, biztosan. Utolsó lehetőség, ugye mondjátok az igazat. Semmi közük a gyilkossághoz. Nincs mit eltégetni. Itt az ideje megtör minket. Hold it! Igen, már volt bezárva. Próbálták ki. De jövőző. Szituáció változatlan.
De ott volt címe. Megint bajban vagyunk. Jó, ott máshol kézi? Csinálom kívül. Kéne lehette Willy Bengét. Hát lehet ott. A Ben most már tudott. Vajon ki lőhette le Windy Bagget? És nem csak Burglar, nem csak Ginald. Milyen más válaszlehetség is itt? Most már szólni kell voltunk is. Most két kérdés van. Honnan lőtték le az átvatot? És hol volt az átvat? Új alternatíva, hogy mi történt, az a változatlan. És honnan lőhették? A kérdés a válasz valahol itt van. A második kérdés pedig... És hol volt az átszat? Valahol itt. Szóval kívülről lövették be. Talán nyitva volt az ajtó korábban. Talán nyitva az ajtó. Tehát ők is lehettek, hogy gyilkosok. Csak hogy mit mondott az elején az ügyész? As in Diagonal Tragic, dude. Tehát valaki olyan lőtt ebben, aki kisebb volt. Mint az átlag. De nem biztos, hogy az élető kisebb volt. De nem volt számba az ajtó.
De mivel, ha más látod az ajtót. Más izá beválhatta. Meg kell tudni, hogy kizártad-e az ajtót. Kid is your ass, Gina. Még ezért is tiltaszunk. Szóval vállalkozhatta be. És milyen okból? De megtehette. Igen, volt oka rá. Én vagyok ebben a szituációban. Ő is bezárni, hogy milyen gyorsan csak lehet. Hiszen lövés hangzott el. A lövés az oka. Miért a testvére megkezdtek... A Stormban voltak könyvek. Mindig meg biztosan hallotta a betörőket. Akkor igen. Talán megpróbált volna elmenekülni. Mikor behozzá az ajtó. De a vállalat mit tehetett akkor, hogyha már behozzá van vele? Tehát gyilkosra lehetett ott ki meg ott a Windy Bankettő. Azután zárhatta be. Ő megmentse a életét. De nem őt tehetni. Hazugság, hogy nem lett idegenségét. Hiszen idősen lakott a felelőtt ide. Egy logikus magyarázat van. Minden lehetőségnek volt. Úgyhogy igazi tettesek legyen én. Jöjjegetek van. Aztán hozzátok. Kezdnek bizonytalankodni. Ennyi közel volt. Azért mondom, van lenni még. Csak túl korai minden. Ugye Ziggs röhög. Elfogadva van. Fogás. Nem. Valami hiba van. Valami bizonyan elmondható. De hol a hiba? A szavamban van a hiba. Eldobja. Szóval történj, rövve elkezdtem. Észrevette. Hát őt nem lehet átvenni.
Hány töltényt találtak a bűtényésnél? 2. Az elsőben az áldozat kapta meg, másikat pedig a detektív. És által ítélte a talált. A revolver az áldozati volt, a másik az kalkintesség. És mindkettőből egy lövés haladszotta. Ekkor már mondta, hogy csőse el a konzolotnak. Ajjaj. Hát ez már gond, mert ha csak Sherlockot érte a lövés, akkor sosem nem vádolhatjuk meg gyilkossággal őket. Basszus. Úgy is minden odafigyel. A bíróság tudok kinyitni a szemét. Csinál. Hát fia, nem lehet így csinál, ezt vagyok 15 éves. Vagy 17 éves. Hát még mindig látható itt, hogy remolve van kezében. Még egy bizonyíték van itt. Ez a lemez. Amit Gregson elvitt. És amire azt mondta, hogy az övé. Szóval volt csinál valami, nem az övé volt. Most az a vádolja, hogy visszakadta szerző, aztán nem ezt. Szóval aztán ezt már bizonyíti maga az adja. De Gregson tiltakozik. Micsoda? Gregson nem akar, hogy bizonyítanak betegjük? Nagyon furcsa viselkedik. Csak hogy az ügyész nem ért ezzel egyet. Az ügyész ezt nem lehet túljárni. És az öldődés, amit bizonyítanak is vitne. Bizonyára titkolva, amit a detektív. Bármi is az remélem, hogy elvisz. De ezzel megvan a szándék is, amivel várják.
Mindig vissza tudtál volni könnyedén. Öt percig volt az ilyen hatalom. Bizony borzasztó nehéz per. Hogyha lehetetlen te legyőzöd a hírt, a marozit igaz. Nem használ ezt a szót. Csalos csalkol majd. De ha csak két töltény volt, akkor sajnos az így megvan azon. De szervoszkóba sem kell. És akkor percet megemlíti. Na, hát ott hagyjuk el. Én golyó szakértő. Szerintem jó szakértőnk van. Hát nem fel. Két legyen, az igaz. Na, de ezt mondja. Minden ezen múlik. Ezt hagyjuk békén. Ezzel várni kell. Igen, jól mondja. Ha csak két lövedék volt, akkor sajnos nem tudunk mit csinálni. Ami azt is jelenti, hogy kell egy harmadik lövedék ahhoz, hogy tudjak bizonyítani bármit is. Stereoscope Knight erre nincs is. De ez megszólt fontos. Hold it! Az érte a tét. Jó, már abból kiment a lövedi.
Operáció... Sherlock. Sherlock. Igen, ő az, aki megoperálta a Sherlockot. Jó, ma jobban olyan, de megtalálja. De pedig egy kivesz. Áj, csaj, ez is egy biztos. Azt mondom, hogy igen, és... Hát kell ide egy szakértét. Objection! Akkor össze kell hasonlítani vele. Mert ő mondta, hogy ő... Jó szakítő. Szóval nem eltartottad pedig. Nem tartok lövést a testi. Villan. Probléma van egy számú csillék gyakorló mesé. Ezt hazájában, de rengeteg lövés hangzott el. Még hóvéjjal is. A jégidegen. Hátulról is lehették őt, és a hóba is jött. Testére nem találták meg a lövedékét. És hová ment a lövedék? A golyó nem találta el. Mi miért testére? A jéget találta el. Szóval ég volt mögötte. Ég bizony elvadhatott akkor. Akkor valami bizonyára megvédte. A különbség csak az, hogy ott védhette meg. Találták el Sherlockot. A gyomrában.
Akkor valami kellék volt gyomrában. És hát üvegcse volt rajta. Szóval az a tartó. Szóval nála van az a tartó. Nem is Sherlock Holmes gyomrában volt. És amiben három üvegcső volt. Szóval kivették vele, hogy kivegyék, úgy, hogy beoperálhassák. És az ügyész az magával vitte, és ide hozta. Hát akkor azt is hozzá kell adni a bizonyítékhoz. És az egyik üvegcsőt eltört. Mint a felrobbant volna. Szóval azt a tartót találta el a két testén. Akkor bizonyan van felrobbanás okozhatta. Sherlock Holmes nincs köze hozzá, majd meglátjuk. Most már tud jobban. Very much the problem! Még egy kis idő. Talán ez elég jó. Nem lehet, hogy ilyen kívül hagyjuk valamit. Ezt hagyni ki a fenébe. Hoppá! Még nincs mit tenni. Ezt meg kell vizsgálni. Szóval talán itt érte. Az ott van eltörve. Szóval itt találta el Sherlockot. Ott a golyó, ott érte. Célt. Ez egy üköző. Akkor ez szerint három töltény van. Harmadik övé. Itt az idő, hogy a zsűri tagot kikérdezni. Tehát beszéljünk el a második zsűri taggal, Dagoltóval. Thank you.
Ha van még egy lövedék, ami nem vettünk figyelembe, akkor gondolkozhat a dolgot. Tehát egy harmadik történet szükség. Most már tudom bizonyítani. Még egy dél. Hol dél? Mikor ott a hátban? Mikor ott a Sherlock tartójában. Szóval ezt nem vizsgálták még. Akkor azt jelenti, hogy mást is. Szóval egy lövés volt mind a háromnál. Tehát folytatódnia kell per. Itt nem szabad hozni. Végre megkaptam. Most leállítja a zsírvizsgálatot. Akkor visszaküldi a tanulba. Úgy kell nektek. Én azt az harmadik kettődét. Ez a diéte? Szerintem hazud. Van bűntársatok? Egyedül, biztos hazudnak. Valahol a harmadik pisztoly. Csak ott engem kérdeznek. Kérdő szállunk ki. Hogy mit tett itt azon a napon. Egy pillanat, még miért folytatni? Kell nézem ezt. Ajjaj, itt csak három.
Azt meg tudják vizsgálni? Nem. Várjál! Ezt nem vizsgáltam meg! Ugye ott van egy vér. Na ez már zöld. Zöld. És nem először láttam. Ez már két zöld színű. Most teljesen mindegy, kit választunk. Én erre megyek. És harmadik emberre kellett, hogy dolgozzon. De valamiért védik azt a bírtát. Tehát valaki más is lehetett egy harmadik fegyver. Szóval bizonyítékot kér. Annék a fantáziának megsérdésünk. Szóval két kérdés. Vagy volt még egy bűntárs. Második? A kiléte. Ez is így kérdezik. Készen állok bizonytékot, szóval. Erre kell tennem, nincs visszaút. Nem csak gondolkodjunk. Igen, ez már négy. Portfólióban van a bizonyíték. Konkrétan.
tehát egyesre mondanám a választ, de... A gond csak ez, hogy ez is zöld. Próbálj meg ezt. Nem. Nem talált. Csába. Nézzük, ezt történik, ha nem lesz senki. Akkor a másik zöld volt az. Ez a zöld festi. Ez a vég. Szóval a fejbe öltözik. Mindenki véve különböző. Mert különböző elmentek abban. Az övére kék. Bárki is volt lőve, ugyanaz abban az időpontban volt lőve. Ez hamar betolakodónak a vére. És ki lehet az a harmadik betolakodó? Őt láttuk korábban. Take that! Egér Benedikt. Egyszer megváltogatta a Windy Bank zárkölcsözőt. És van tervete a vállott. Komádják követett. Viszont ott volt akkor. És ő vitte el van ezt.
11, jó, akkor ő is ott volt. Míg reggel. Na, most hazudok. És össze látta őket. És minden a videig. Most azt így bizonyítani kell, hogy ő kapítás. Ami hiányzott már az elején. Szerintem menjünk ezzel. Ez a könnyebb. Konkrétan bizonyíték is. De már nem ugyanazt kell bemutatni. Ezúttal, ha négyedikért egyszer, ezek után már nem tagadhatnak lesz semmit. Take that! Akkor meg által ellopni azt a kabátot, tényleg a lemezt. Igen, szakadt volt az a kabát. Csaj nem hagyta magát. Miért? Az új elvédet miatta. Igen, ez itt látható. Igen, ez te vizsgált. Ugyanis zöld. Ez már feldöntő bizonyíték. Most már nem tapadhatják rá, hogy bűntársa ennek a kék köszönnek. Meg kell kérni, hogy Enged Benedikt jön ide, valami. Objection. És mi van? Mi van? Jajon van vele. Nem akarja fogadni bizonyítéknak. Ezt a vizsgálatot.
Most legalább az is kiteszi. Nem akar elfogadni Sherlock szavát. Nem hagyja magát. Igen, választás van még. Csak átmentően kell megszüntették a kicsi vizsgálatot. Tehát a vizsgálatom még nincs még. Én is az, hogy folytathatjuk el. Igen, elég okos. Itt is ugye, hogy egyetértek Sherlock Holmes tudásával. Most a befejezés. Most a végső időt is akar megkodni. Végső Not guilty. Not guilty. 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 Not guilty. Ez így 4-2. Azt szokták, hogy politikusan fel. Szóval nem áll ki lehetett. Miért nem akarod? Nem fogod nézni. Sajnálom. De nem kell helyítjük. Felek folytatódni a kell. Nem, ne szórakozzál, nem hagyom, hogy győzzél. Tudom, van más kell. De nem tudják megtalálni a harmadik. A harmadik köcsögő. De a neve elég hang. Az ötös zsűri. Ismeri őt. Ismeri őt? Igen. Kommunikációs tiszt.
Ő is egy kommunikációs tiszt. Jobb jelent, ahol bejártunk. A kommunikációs állomásunk kéne lenni. Az is, hogy ő lehet a gyilkos. Hát akkor nem tettünk, most ugye kell fölíteni majd ezt a... bizonyos igerbe említik. Úgyhogy egy olasz szünetet tartanak. Szóval egy igerig szünetet tartanak. Folytatjuk. Jó, még két rész hátra van. De egyre jobban durulni fog a helyzet. És így jó. Így volt már, akkor iratkozzatok fel és sziasztok!